Ki, halló, halló! Halló! Szia! Őze Ildikóval beszélgetünk, Őze Lajos feleségével. Szervusz! Szia! Halló! Nagyon jót mulattam, most hallgattalak titeket itt a telefonban. Na, csodás történet. A Belfegor maszk, ugye, csodálatos volt. Hogy neked, mint nagymama, mert most arra hajtuk rá egy nagymama, hogy telik a karácsony? Én nagyon-nagyon fiatalon lettem nagymama, mert 44 éves voltam, és most meg már 6 unokám van, úgyhogy 6-szoros nagymama vagyok, de nekem hosszú-hosszú évek óta rettentő nagy úri dolgom van ilyenkor karácsonykor. Igen. Kell nekem azon rohangálnom magam. Egyrészt azért, mert én már évközben, már januárban elkezdem gyűjtögetni, van a szekrényemben egy ilyen kis sorok, mint a fent belfegor maszkot. És amikor valamit meglátok, és azt mondom, hogy hú, ez de jó lenne a Lucának, de jó lenne, akkor azt én oda megveszem, és akkor oda eldugom. Sosa fordul az... Bocsánat, igen. Soha nem fordul az elő, hogy akkor kinyitott karácsony előtt, és azt mondod, hogy jaj, úgy emlékszem, hogy a nem tudom kinek ide beraktam az ajándékot, és csak a Lucának van? Dehogy nem. Ilyen is volt, de volt fordítva is, hogy kinyitom a szekrényt, és ott van egy három ajándék, és fogalmam nincs, hogy ezt kinek szántam, annak idején már rég volt, meg minden. Hát az újra tervezés, akkor ilyenkor indul, és akkor ki szépen kikerülti. Pontosan, tehát ezek ilyen örömteli újra tervezések, és azért nagyon jó az úri dolgom, és szép nyugis most is a karácsonyom, mert évek óta nem is annyi az a Szenteste 24-e az, ami nagyon fontos, hanem az, hogy hát eléggé szétterjedt családom van, mert a húgom és a nagyszámú családja Egerben él, és évek hosszú sora óta 26-án ebédre ebben a, képzeljétek el, az én 35 négyzetméteres kis lakásomban mindenki összejött. Jézus Mária! Úgyhogy 18-an, meg már egy tiszta olaszos hangulat van, és én ilyenkor a töltött káposztát csinálom meg. Mindenki szereti? Mindenki. Van, aki káka béri, volt egy olyan időszak, amikor csináltam egy kis frizses út vagy valamit azoknak, akik nagyon nem akarják. Most meg már arra jöttem rá, hát 40 töltelékkel, hogy most akkor pulykadár, bár én a pulykahúst utálom, mert ilyen édes kis az íze, de jól befűszerezem, 6-szoros mennyiséggel, és már fűszer mennyiséggel. És akkor abból csinálod, nem sertésből. Abból már a diétáldók is tudnak nyugodtan enni. Az anya mindig azt mondja, hogy a pulyka sokkal szárazabb és rosszabb, és nem olyan jó az íze, de azért megcsinálja nekem. De nem, így van, mert ha agyon van fűszerezve meg minden, akkor nem érződik rajta. Ahogy mondod, csak ezt nekem külön meg kellett tanulnom. Azt szeretném kérdezni, hogy egy nagymama féltékeny-e arra, hogyha nem hozzá mennek 24-én, vagy a másik nagymamához korábban mennek, szóval ennek van ilyenkor jelentősége, hogy már okos bölcsek vagyunk? Nincs jelentősége. Az Áron fiam a családjával itt jön mellettem tőlem 10 lépésre. Aki nemrég volt benne nálunk, ugye? Igen. Igen. És most is várom majd, hogy ott a kolomb, Jézuska, majd amikor üzölcsön ez a kolomb, mert az nem csilingel, és hát az is egy család ilyen hagyaték, ez a kolomb, hogy liposzolnak. Ja, hogy ugyanaz a csöngő. Menjek át, igen. Úgyhogy velük, ugye évközben is elég sokat találkozom, meg ott is a másik nagymamával, meg a nagypapával, meg ott van nagypap is, úgyhogy ezzel nincs ilyen gond. A többiek viszont sajnos a Gáborék, azok nagyon messze laknak, már tőlem azért messze, mert én nem tudok vezetni, meg autóm sincs. De Magyarországon? Magyarországon, itt vannak Szentendrén, csak fönn az erdőben, szóval oda nem lehet gyalogosan sem fölmenni, nekem meg pláne nem. Úgyhogy őket aránylag ritkán látom. De most az idén nagyon-nagyon nagy szerencsém van, mert úgy jött ki, hogy mindenki ráér.
És akkor mindenki megy hozzád a 35 És akkor négyzet. mindenki jön hozzám 26-án. Hú, de jó. És akkor itt egymásról lépkedünk, és ez az első karácsony 14 év óta. Amikor mindenki. És fidocskám viszont nincs már, a kutyusom. Az október elején elment az elizéumi mezőkre, hát szép élete volt. Lajossal futkároznak most. Nekem minden, így van. Ugye? Nekem mindig mentett kutyáim voltak, igen. De már január közepétől majd lesz egy másik. Helyes. Tegnap előtt egyébként néztél tévét, vagy azt hiszem tegnap? Mert ment este a tanú. És azt ja, mondt, nem. Az nem mindig egy élmény. De képzeljétek el, hogy én nekem, én olasz-spanyol tolmács vagyok, és rettentő sok az olasz barátom, akik személyesen ismerik a gyerekeimet is, meg mindent, meg az őzét is, már nem személyesen, mert ő elég hamar elment már, de nekik egy külön programmal a tanút is, meg az ötödik pecsétet is lefordítottam olaszra, és feliratoztam neki. Jézus, de ügyes vagy! Csak azért, hogy ők is értsék, ugye? Igen. Nyilvánvalóan. És ők megértették a lényegét, és meg. Aha. Meg. Hú, de jó. Meg úgyhogy... Nem, csodálatos, nem lehettől leszabadulni egyébként, annyira jó. Nem, és tudod, amikor az ember ezt kockáról kockára nézi, az összes mondatot 6 milliószor végighallgatja, úgyhogy ezeket én, volt egy kis mérgezésem is utána, amikor ezeket megcsináltam, úgyhogy nagyon értékelem nyilvánvalóan, de nem néztem most tegnap végig. Viszont én egy jó hírt szeretnék veled közölni, hogy 26-án nálunk családi ebéd lesz, tehát mi nem megyünk hozzá 35 négyzetméterbe, mert akkor már nagyon nehezen férnék el, még behelyeznék oda a nagy felekünket. Tehát ez ugyanolyan egyébként, mert a Györgyinél összegyűlnek a barátok, akik, igen, akikkel egész évben kapcsolatot tartunk, távolról, közelről, és akkor ez itt ilyen nagyszabású jambori lesz, úgyhogy nála is lesznek egy páron. Igen, úgyhogy ez nekem azért nyugalmas, mert hát ti is tudjátok, hogy egy ekkora nagy családot összeszedni, hogy mindenki ráérjen. Ja, persze. Hát ez valami olyan tényvaló, hogy ez egyszer egy évben, ilyenkor 26-án történik meg nálam. Uh-huh. És hát ameddig bírom fizikailag, meg egészséggel, addig én ezt nagyon-nagyon szeretném tartani is. Jól van, szuper. Köszönjük, hogy beszélgettél velünk. Nagyon jó karácsonyt kívánunk mindenkinek. Én is hallgatlak titeket mindig. Köszönjük hajrá, szépen. Jó múlít 26-án. Puszi. Ciao. Hello. Szia. Őze Ildikóval beszélgetünk.